Kocka Foci, a VB szabadszájú kibeszélő műsora. A stúdióban Vogyerák Anikó. Köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket itt az élő streamben és a Meccs 4 műsorában is. Túl sok el a 11-es, erről is fogunk ma beszélgetni a vendégeimmel, mint ahogy arról is, hogy Messinek vajon elszállt az agya, hogy sokan mondják, vagy teljesen jogos volt az ő kirohanása, és az is témánk lesz, hogy a marokkói csoda minek köszönhető. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Gyenesei Leila megint, világbajnok öttusázó. Köszöntelek. Köszönöm, hogy megint itt lehetek. A Meccs 4 műsor vezetője természetesen is Hajdu Zoltán, aki sportmotivációs tréner, és nem mellesleg egyébként műhely titkai is lesznek, mert hogy a magyar válogatott mellett is szoktál dolgozni. Arról nem lesznek titkai éppen. Arról nem. Arról jó, de azért egyebben fentesebbként tudsz majd hozzászólni valószínűleg egy-két témához. Meglátjuk. Meglátjuk, hát nagyon titokzatos vagy. És Tanka Balázs, aki a Turbónak az énekese és óriás foci rajongó. Így van. Szia. Ne felejtjétek, hogy ma is lesz egyébként kvízjáték. 8 kérdésünk lesz, egyenként 22 másodperc lesz arra, hogy válaszoljatok. Leila már egyszer nyert, akit most át is kereszteltem, úgyhogy légy szíves Lillaként regisztrálja, hogy most. Úgyhogy nagyon szurkolunk neki, hogy nyerje. Egyébként ez az átkeresztelés, ez standardben működik, mert a Gyenesei is olyan, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy Gyenesi. Tehát Gyenesi Lilla, olyan is voltam már, és ugye... De én ehhez hozzá vagyok szokva, tehát semmi gond nincs. Hát a Leila az kicsit más, de mindegy, a Vogyerák is hasonló név. Szóval Leilának is lehet szurkolni, de játszatok ti is, hiszen vannak nyereményeink, most is a KFC által. 5000, 8000, 10000 és 15000 forintos vouchereket fogunk kisorsolni. És ígérem, hogy ha Lillaként regisztrál és nyer, sem kapja meg Leila ezt a vouchert, hanem majd természetesen közöttetek fogjuk ezt, hát nem kisorsolni, hanem aki megnyeri, az megkapja. No, akkor vágjunk is neki. Nagyon sok a 11-es, sokak szerint, de mindenek előtt nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez is meglepetése számotokra, vagy mi volt mondjuk az elmúlt napok, hetek eseményeiben a legnagyobb meglepetés, vagy a legizgalmasabb meccs, vagy fordulat? Hát, ha így rám néztél, akkor elkezdem. Szerintem tehát egyértelmű, hogy talán a legizgalmasabb az a holland második gól volt, ebben megegyezhetünk, hogy mert már majdnem a vége volt, és akkor mégis azzal a szabadrugás kombinációval azért el tudtak jutni, hát sajnos nem jött össze, vagy hát valakinek sajnos, valakinek nem. Hát a 11-esekkel kapcsolatban az egy nagyon érdekes, megosztó dolog, mert én például kifejezetten szeretem, várom. Tehát a hosszabbítást azt már úgy van, hogy legyen inkább 11-es, mert az adrenalin az kell nekem, most már látni akarom, sőt, hogyha lehetne, akkor 11-es párbajt is külön csináltatnék a csapatokkal, mert ez egy akkora adrenalin. Hát az, hogy most ez igazságos-e, hát az egy marha nehéz dolog. És képzeld el, ott van az a sok játékos, egész életükben azért küzdöttek, hogy ott legyenek, és azon múlik, hogy a csapattársad, a testvéred mellé rúgja, hát ez borzasztó lehet, ez egy kegyetlen lelki harc, vagy nem is tudom mi ez, mert mondják, hogy fejbe dől el, hát sok mindenben eldől, de hát talán ez nem igazságos, de mégis én például nagyon szeretem. No, erről a 11-esekről majd külön beszélni. Én igazságtalannak nem feltétlenül mondanám, mert hogy ott van az a 120 perc, amikor lehetősége nyílik mindkét csapatnak arra, hogy bebizonyítsa, hogy mondjuk ők a jobbak, de nekem elsősorban ez a Brazília-Horvátország mérkőzés volt. Nyilván ennek emocionális okai vannak, hiszen én a horvátokat nagyon kedvelem, és nyilván ilyenkor a kisebbnek, a gyengébbnek, tehát van egy ilyen pszichológiája ennek, és én ezért drukkolok nekik, hogy 3,5 milliós. De akkor most bajba leszel, mert hogy azt cáfolják, hogy gyengébbek, ugye? Figyelj! Na akkor most milyen alapon tudsz majd szurkolni? Én a Horvátország mellett kitartok, ugyanúgy, ahogy 4 évvel ezelőtt is kitartottam. Én szeretem a horvátokat, szeretem azt a fajta lelkesedést, ami bennük van, azt a fajta hitet, hogy tényleg ők az utolsó pillanatig nem adják fel, és ez nagyon szimpatikus. Zoli? Hát két legjobb meccset mondtátok így valóban. Én meg harmadiknak betenném a tegnapi angol-franciát, mert azt gondolom, hogy szakmailag, futball szempontból ez volt az egyik legjobb meccs, legalábbis nekem. Így végigpörgettem, hogy kell, és még tetszett a szerb-svájcnak az első fél idő, amikor az 1-0-at megfordították 2-1-re. Így ez volt a... Na Balázs már ugye behozta a 11-esekhez kapcsolódó gondolatait is, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Van, aki azt mondja, hogy igazából
kvázi igazságtalan, hogy 11-esek által dől el mondjuk egy kiesés, egy óriási tét mérkőzés, hiszen ott volt az idő, játszhattak volna, ez nem igazából nem a csapatjáték lényege. A másik tábor viszont azt mondja, hogy erre külön már pedig készülni kell, és majd hoztam is pár idézetet, amit majd bedobok, hogy volt olyan edző, aki azt mondta, hogy 1000 11-es kell mindenkinek rúgni, mielőtt jön a Katari VB-re, mert hogy igen, itt dőlhet el minden. Ti hogyan látjátok? Hát egyrészt azt gondolom, hogy ne az igazságot keressük, hanem a valóságot. Tehát, hogyha ezt így mert a foci egy nagyon érzelemdús játék, komplex játék, komoly tudománya van, és örülök, hogy ezeket az idézeteket emlegeted, mert én egyértelműen mellett vagyok, hogy a 11-esek készülni kell. Aki a Fergusonékat szereti, te régóta nézitek a focit, ők már 2008-ban pszichológusokat foglalkoztattak azzal, hogy hogyan tudják a stresszt csökkenteni a játékosok, sőt azt is megcsinálták, mindjárt szembe jött még melyik holland edző, hogy elmentek egy meccsre, és ott megkérték a helyi szurkolókat, hogy fütyüljenek nekik. Tehát, hogy zavarják őket. Vagy a másik, a Fergusonék megcsinálták ugyanazt, hogy és ezt a Ronaldo is megkapta ezt az edzést, hogy a pálya szélén nagy hangfalakat helyeztek el. Lehet, hogy ezt is olvastad, hanem akkor mondom most. Tehát, hogy lehet szimulálni. És azt kérdezik mindig, hogy jó, de hát sosem lehet azt úgy szimulálni, mint a valóságos 11-est, amikor neked valóban ott eldől az, hogy a karriered felfele megy, vagy lefele. Ez igaz, de erre a válaszom az, hogy a repülő pilóták nem használnak szimulátort, de használnak. Miért használnak? Mert azt a komplex mozdulatsort egyszerűen gyakorolni kell az agyat, elő kell tréningezni, és inkább átadom a szót. Lehet, hogy ez volt a baj, nem voltak hangfalak. No, igen, mondom a két idézetet. Louis Enrique mondta egyébként azt, hogy több mint egy éve az egyik edzőtáborban azt kértem a játékosoktól, hogy legalább 1011-est végezzenek el az edzéseken, mielőtt Katárba érkeznek. Remélem, hogy elvégezték a házi feladatukat, ezt mondta még egyébként a VB előtti sajtótájékoztatón, mert hogyha a világbajnokság alatt akar valaki gyakorolni büntetőket, az már késő. Ez az egyik idevágó idézetem, a másik pedig a hollandok szövetségi kapitánya, aki azt mondta, hogy egész évben gyakorolták a büntető rúgásokat, és mégis elrontották. Ugye ez egy olyan érdekes helyzet a 11-es rúgás, hogy lehet ezt szimulálni, és hogy a gyakorlás az mennyire fontos, mert ez egy olyan rögzített mozdulatsor, amit ugye nem zavarja senki sem abban a pillanatban a rugójátékos, tehát hogyha ő valószínűleg, hogyha elrugja a 1000-szer vagy 10000-szer, minél többször gyakorolja, annál nagyobb az esélye, hogy kialakul az a fajta magabiztosság. Mert ugye azt mondják, hogy ezt nem lehet védeni a 11-es, csak rosszul rugni. Ha jól rúgod a 11-est, akkor azért a kapusnak nagyon kevés esélye van. Na tessék. Először is azt lehetne mondani, hogy nem az a lényeg, hogy csak gyakoroljunk, hanem hogy okosan gyakoroljunk. Tehát ugyanúgy, mint hogy a színészek elmennek egy előadás előtt, és bemagolják 10-szer, 20-szor azt a szöveget, és minél kevesebbet fognak így hibázni. Ezt végig, van egy ilyen technika, a SIT, a Stressed Inoculation Therapy, vagy technik. Ezt is csináltak a Fergusonék, ami azt jelenti, hogy először meg kell tudnom a játékosnak, ha most te lennél a játékos, megkérdezni, hogy figyelj, te hogy érzed magad így 11-es rúgás előtt? Mi a véleményed a 11-esről? Na mekkora a feladata az edzőnek ilyenkor, mekkora a felelőssége az edzőnek, hogy ő abban a pillanatban látja-e azt az öt játékost, akit ki kell jelölni? Jóval az előtt kell kezdeni. És hogy milyen sorrendben, mert például a braziloknál hát felmerül, hogy ugye Neymar miért volt az ötödik helyen. Van egy olyan, egyrészt több elmélet van. Itt mindig a gyakorlat szentesít mindent, visszafele mindent el tudunk magyarázni, hogy mennyire logikusan tudtuk. És ezt ugye valamire való tanácsadó ezt nem akarja használni. Itt a feltételezésekkel lehet élni, és a gyakorlással. És az előbb, amikor így viccesen megkérdeztelek, hogyha te rúgnál a 11-est, mi jutna eszedbe, vagy neked, Balázs? Tehát tényleg most itt játszunk el egy ilyen gyors 11-es felkészítőt. Iszonyatos stressz, szerintem. Rajta stressz. Múlik minden. Okay. Rajtam múlik minden. Még? Hogy nekem játszodna le a fejemben? Majd mit mondaná? Tehát mi az, amikor... Nekem az én fejemben, igen, az, hogy mit, hogyan akarom csinálni, igen. És hogy abban a pillanatban megvan-e az, mert ugye én öt tusáztam, és
tudtam, hogy melyik nap az, amikor mindent elbírok, tehát bármilyen téthelyzet jöhet, nekem az menni fog. És volt olyan nap is, amikor azt éreztem, hogy nem. De tehát aztán, ez nem mindig. Ez egyik, csak ugye azt is biztos megtanították nektek is, mert az ötusázók egész kemények mentálisan, hogy a belső állapotunkhoz egy adott szint után, főleg aki ilyen diakat él, mint te, azt tudja már manipulálni. Tehát nem véletlenül megvannak a zenék, megvannak a relaxációs zenék, stb. De amit az előbb te mondtál, iszonyatos stressz, be kell rugnom. Na most már itt kezdődne a mentál trénernek vagy a pszichológusnak a munkája, be kell rugnod, vagy be akarod rugni? Nincs kell. Nem kell. Igen. Be akarom rugni. Hát, sportpszichológushoz nagyon sokat kezdődnek, értem, és ez csak egy minimális is példa. Is utána más... Ahogy mondtam, hogy itt műhely titkok. Balázsnak vagyok még egy mondatot, aztán utána megyünk. Igen, az, hogy amikor az ember kívülről nézi, tényleg nézed a meccset, például itt, amikor a gyengét te mondod, hogy az ember mindig ahhoz akar csatlakozni, én is, hogy a marokkónak, a horvátoknak, hogy oké. Ezt cáfolom egyébként, sokan hát, pont az erőshöz. Én mondjuk pont én is ilyen vagyok, hogy én is mindig úgy érzem, hogy a gyengémnek vagy a papír gyengémnek szurkolok, főleg a 11-es párbajnál, de hogy szinte érzem azt, hogy ennél is éreztem, hogy na most megvannak, meg fogják nyerni. Szinte lejött a képernyőről, hogy van esélyük, mint hogyha lement róluk volna a teher, el akartak jutni a 11-esig, megcselekedték, tehát a nagyján túl vannak, és úgy rúgják a 11-est, hogy 3-ból, és már a kapus meg fog 3-ból 3-at. De kik kezdték a 11-es, figyelted? A hát legnyugodtabb nem. Játékosok. Nem Modric kezdte. Például van ugye... A harmadik volt? Igen, a harmadik. Ugye? Vagy nézzetek meg a hollandoknál, amikor a Virgil rúgta. Ő az a kapitány. Ő meg az első volt, ugye? Az első volt és elrúgta. Holott tényleg sok esetben a kapitánynak illik példát mutatni. És tudom, hogy a Liverpoolnál ők nagyon komoly pszichológusi felkészítést kapnak. Tényleg meglepett. Tehát ez volt az egyik negatív meglepetés, hogy pont, hogy ő kiadta. Mert ők, Jürgen Klopp, szóval 10x éve dolgozik sportpszichológusokkal. No, erről fogunk még szerintem beszélgetni, de előtte egy kis figyelemfelkeltő filmet fogunk levetíteni, mert nagyon sokan fogadnak ebben az időszakban, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ennek bizony lehetnek veszélyei is. A nagyobb sportesemények vonzzák a fenyegetettségi szereplőket. A 2018-as FIFA világbajnokság idején nagyságrendileg 25 millió kibertámadást blokkoltak a szervezők, a 2020-as Tokiói olimpia és paralimpia idején a hatóságok 450 millió kibertámadást akadályoztak meg a hivatalos honlapok és a szervezőbizottság rendszerei ellen. Kezeljük fenntartással az idegen eredetű megkereséseket, főleg ha azok valamilyen kattintásra, letöltésre vagy adatlap kitöltésére próbálnak rávenni. Ha egy gyanús, szokatlan, nem várt üzenetben szerepel egy link vagy csatolmány, akkor nem javasolt ezek megnyitása, a letöltése. Minden esetben vessünk egy pillantást a megnyitni kívánt linkre, URL-re, és bizonyosodjunk meg róla, hogy nem csak egy jól megszerkesztett hamisítványról van szó. Ha elbizonytalanodtunk, hogy létezik-e olyan akció, amit az üzenetben állítanak, akkor keresünk rá az adott szervezet, cég hivatalos felületein. És bár a 11-esekről van mit beszélnünk, kicsit később. Mert hogy hoztam másik témát is nektek. Az USA Futballszövetsége ugyanis megfelezi a férfi és a női válogatott sikerdíját minden eseményen, és ez most is hír volt. Mit szóltok ehhez? Hát ehhez siker kell. Jó, igen, mondjuk innen indulunk eszembe, egyébként. Ez Magyarországon is nagyon bevezethető lenne? Ez egy külön kérdés. Itt konkrétan ugye azt jelenti, hogy most 6,5 millió dollárnak megfelelő összeget kap majd a női csapat. Azonnal Amerikába szeretnék női. És női szeretnék lenni. Nem tudom. Több ponton. Nem, csak csere. Ülök a padon, és csipog az SMS. Óriási. Szerintem tök jó, támogatom. Férfi-női kérdés, vagy abszolút egyenjogúság kérdés, sportetikai kérdés, teljesen gazdasági kérdés, tehát ezek rengeteg. Kérdése egyébként... Nagyon sok pro-kontra érv van emellett. Egyrészt, hogy persze a női egyenjogúság, és ez jár a nőknek, mert egyébként ugye azzal is indokolják ezt a közös döntést, hogy például mondjuk a nők hiába iszonyatosan profik, és nyernek meg bármit, azokat a meccseket kevesebben nézik, magyarul mondjuk kevesebb reklámbevételt tudnak hozni, tehát az ő értékük kvázi kevesebb, ami egyébként itthon is mondjuk szokott téma lenni, hogyha bármilyen munkahelyen, miért tudod, hogy egy nő kevesebbet keres, mint egy férfi, ezt ők így egyszerűen Amerikában úgy döntöttek, hogy ezt így kompenzálják, és ez van.
Mások szerint teljesen igazságtalan, hiszen ők kvázi csak otthon ülnek, mondjuk, és nem csinálnak semmit, és bármekkora sikert érnek el a férfiak, ők kvázi learatják a babért. Ez van egy fontos része, elnézést ennek, mert azért, azért egy elég bölcs döntésnek tartom, hogy a férfiak is megkapják a nők utánjáró díjak felét. Tehát magyarul, amikor a férfiak fognak otthon ülni, és lesz a női VB, és az amerikai nők megint fognak egy jó teljesítményt hozni, akkor a férfiaknak fog csengeni a kassa. Ez így van ez a kettő. Innen folytatjuk, én nagyon rövid szünet után. Apár. És mielőtt játszanánk, még röviden azért beszélünk arról, hogy ott tartottunk, hogy az USA-ban megkapják a nők a férfiak nyereményének a felét, és éppen fejtettétek ki, hogy kinek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Zoli, nálad tartottunk. Én azt gondolom, hogy egy bölcs döntés, hogyha a sportág egészét veszük figyelembe, és most tényleg félretesszük az emancipációs meséket, meg azt nézzük, hogy Amerika nem véletlenül lett első a női fociba. Miért nem tesszük fel azt a kérdést, hogy hogy lettek ők elsők a női fociban? Vagy még feltennék egy másik kérdést, miért van az, hogy ők benne vannak a top 20-ban, semmilyen futball tradíció nélkül? Nekem van erre egy forgatókönyv, hogy miért? Mert megvették az összes komoly embert, aki létezett Európába, kezdve még Beckenbauer-öktől kezdve, ha még emlékeztek, Kosmosz meg egyéb ilyen régi sztorik, és Klinsmannékat átvitték Beckhamet, stb. Tehát átvittek egy rengeteg tudást, és lám a 20-adikok a világon. És biztos, hogy amikor ott lesz a VB 4 év múlva, benne lesznek a top 8-ba, ezt úgy bemerném úgy fogadásra tenni. De visszatérve a kérdésedre, tehát ők ezért, ha ezért a sportágnél akarnak tenni, és azt mondják, hogy a nőket is megilleti egy pozitív diszkrimináció, miért ne illesse meg egy kisebbséget egy pozitív diszkrimináció, by the way, ezt ismerem, mint kisebbségi, hogy mi az a, nem is értem életemben média sztori. Tehát itt egy jó döntés. Nem is média sztori, hanem egy olyan érdekesség, ami máshol viszont nem így működik. Szerintem mindenkit lehet, megéri, pont, hogy példa hogy lesz más esetben is arról. Hát, mint, hogy majd a japánok után ugye mindenki összepakol az öltözőbe akár. Hát az nekem még inkább egy sztori, hogy az lenne egy igazi követendő, hogy ha minden sportoló ezt így magáévé teszi ezt a példát. Az az érdekesebben, hogy ugye itt nem együtt rendezik a női, meg ugye a férfi világbajnokságot. Vannak olyan sportesemények, mondjuk egy wimbledoni tenisztorna, ahol szintén megkérdőjelezik azt mondjuk, hogy a nőknek miért ugyanannyi a pénzdíj, mint a férfiaknak, hogyha a piaci értéket nézzük, de ott egyszerre rendezik. Itt ugye az a különbség, hogy ez egy olyan torna, hiába ugyanúgy világbajnokot avatnak a végén, hogy nem egyszerre rendezik.
És ezáltal valamint, hogyha ilyen, csak otthon ülne? Egy picit ilyen más megközelítésbe kerül ez az egész dolog, hogy pedig, hogyha együtt rendeznék, akkor én mondjuk, hogyha a FIFA döntéshozója lennék, akkor biztos vagyok benne, hogy egalizálnám azokat a jutalmakat, amiket mondjuk, és ugye itt a FIFA fizeti ezt a jutalmat, igen. És a FIFA határozza meg nyilvánvalóan a bevételek alapján, hogy aki eljut valameddig, azután kap egy bizonyos juttatást, igen. Hogyha ezt egyszerre rendeznék mondjuk a világbajnokságot, akkor itt egy kalapba kerülne be az összes bevétel, és akkor lehetne talán jobban igazságot tenni. Hát igen, mert mi van akkor, hogyha közben még már nem vagy válogatott, nem? Tehát, hogy te otthon ülsz, megkapod a pénzt, és közben két év múlva már nem kerülsz be a keretbe, viszont a fiúk meg megnyerték, és akkor ebből veszel medencét vagy autót. Na, menjünk tovább, mert nagyon szalad az idő. Sokakat meglepett Messi kirohanása, sőt, volt olyan is, aki úgy fogalmazott, hogy egyszerűen elborult az agya. Ezzel a témával megyünk tovább. A legcsípősebb téma támogatója a KFC. No, szerintetek jogos volt, nem volt jogos a kirohanása, jogos, de nem a kamerák előtt kéne intézni, legyen ennyi rutinja, mi a véleményetek? Felfokozott állapot. Ez a sport, tehát ezt látjuk szerintem sok esetben, amikor a Lukaku mondjuk kiütötte a flexit. Tehát azt vannak ilyen helyzetek, amikor lehet, hogy utólag, hogyha ő is visszanézi magát, egy játékos, egy versenyző, azt mondja, hogy hát, biztos, hogy a legelegánsabb, a legtökéletesebb, a legdiplomatikusabb megoldást választotta. Közben láthatjuk a fotót, amikor éppen osztja. De gyakorlatilag, hát itt azért ez egy nagyon olyan felfokozott állapot, amit higgadtam mi innen a fotelből, nem igazán tudunk. A focinál létezik egyet a higgadt állapot? Nem. Én nagyon hiányolom egyébként az amerikai focinál, nagyon sok és megint csak ugye az amerikaiak, nagyon sok a térmikrofon, és egy csomószor behallatszik. És ugye nem halljuk, hogy mi történik a pályán meccs közben, pedig ott vannak a nagy dumák, meg ott van az igazi történés. Nem tudod, hogy a Messinek mit mondott 90 perc, vagy 120 percen keresztül a magas srác, aki vágott kettőt, mert utána még majdnem elkapta a tévi interjú és kiszállt a Messi, pedig egy kis alacsony ember, aztán a magas embert meg helyre akart tenni. Tehát ment az Rika bent a pályán, nyilvánvaló, hogy a hollandok se, tehát ők is egy pszichai hadviselést folytatnak ilyenkor az argentinok, azért ők is egy ilyen temperamentumos népség. Úgyhogy lehet, hogy még talán igaza is lehetett a Messinek, de hát ez a foci, ahogy mondod, szerintem ez nagyon benne van, én imádom ezt, meg a csibészséget a pályán. Zoli, erre például fel lehet készíteni valakit? Ez, hogyha arról beszélünk, hogy zavarjuk meg a srácokat, miközben 11-es gyakorolnak, akkor én azt gondolnám, kvázi civilként, hogy akkor arra is lehet tréningezni a srácokat, hogy figyelj, itt be fognak szólni nektek, te pedig vagy ne szóljál vissza, vagy visszaszóljál, tehát hogy ez téma lehet? Egy bizonyos fokig lehet, de azért ne feledjük el, a biztos nem mondok újat most, hogy alapérzelmek és kognitív érzelmek. Tehát alapérzelmek, mint dű, vagy undor, vagy meghökkenés, azok nem nagyon befolyásolhatók. Nagyon komoly munkával csökkenthetők esetleg. Kognitív érzelmek, mint büszkeség, hát jó, csak az a jó, hogyha ezt mondjuk inkább a pályán vezeti le, nem? És igen, akkor csak még két abban van, és nem véletlenül van ez a médiának a trükkje, hogy miért kell pont egy felfokozott idegállapotban levő embernek az orra lőteni a mikrofont? Mert akkor amikor tudjuk, el, hogy valami alapérzelmi mert, szinten fog hát hiszen az belőle. A szituáció. Igen. Hagyj védjen már meg az újságírókat, várja. Srácok, ne forgassunk, hagyj nyugodjon le a Messi egy kicsit, és akkor utána majd oda megyünk. Zseniális, és így erről valamiről beszélünk, így, de biztos, és igazat adok neked, hogy néhány nap múlva valószínűleg a Messi is higgadtabb lenne. Nem mindent tud megoldani a felkészülés. Én felkészülés hívő vagyok, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok valószínűséget elő tudunk a magunk oldalára állítani. Tehát amikor sokan azt mondják, hogy a 11-es is az csak egy lutri, egy lottó, én azt mondom, hogy nem lottó, hanem póker. Tehát, hogy a valószínűséget az én oldalamra tudom állítani, és itt a Messiék esetében is egy jó felkészülés, biztos egy picit ezt a mentális burkomat erősíti, és rezisztensebb leszek minél több stresszre. De biztos, hogy van olyan dolog, amikor már crashelek. És főleg, amikor 120 percet játszok, főleg, amikor túl vagyok már egy 11-esen, főleg, amikor 2-0-ra vezettem, és 2-0-ról visszahozzák, és amikor a bíró furcsán kezd viselkedni, amikor a bíró azt kezdi eljátszani, hogy róla szóljon a meccs, és volt maga... Volt egy kezezés, nem kezezés? Az egy ajándék volt a Messinek.
egyébként. Hogy nem kapott ott hát sem. Persze, kapott egy játékot. Igen. Jó, ez ennél egyértelmű dolog nem nagyon van. Nem ez hozzá, meg egy mém tengert elindító kép egyébként. Igen. Igen. De ilyenkor egyébként nem az van, hogy 120 percig ő visszafogja magát, erre felkészítették, ő egy profi labdarúgó, lehozták a 11-es párbajt is, és amikor megnyerték, akkor jön elő belőle az a fajta dű, amit már nem fog tudni kezelni, és még mindig ez a profib hozzáállás, hogy nem a pályán fejeli meg. Persze. Fejeli meg, igen. Ugye? Ja, szegény. Most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy tetlegességig fajul, hanem hogy elborul, és nem fog tudni akkor úgy koncentrálni. Meg mentsük meg azért még azt is, hogy ő azért beillesztette a kognitív kontrollt, hiszen azt mondta, hogy nem mondhatom el, amit igazán gondolok. Emlékeztek? Igen, meg igazából... Mert felfüggesztenének. A játékvezetőről, igen. De meg igazából ez az a kérdést veti fel, mondjuk bennem, mint néző, hogy vajon ez az igazi Messi, az, aki ott van, tehát hogy eddig ez Denfelve volt, és most előjött, vagy pont fordítva van, hogy most jött ki belőle az állat, és ő alapvetően nem ilyen, csak most egy ilyen tényleg extra. Tehát egy izgalmas, hogy nem tudom eldönteni, és ezért is lehet ebben hír. Jó, ez mondjuk egy valóban izgalmas kérdés, nem? Ez nem egy normál állapot. Az életedet nem úgy éled, hogy minden nap a foci világbajnokság elődöntőjébe jut hát el minden nem. pillanatban. Hát te nem. Én nagyon sokszor jutottam rá a foci világbajnokság elődöntőjébe, tehát pont tudom, hogy ez milyen. Tehát ez úgy jól mondom, tehát hogy szakmai szemmel, tehát ez nem egy olyan alapállapot, amiben éled az életedet. Ez biztos, hogy ők nem a VB-re készültek ebben az évben, neki volt nagyon sok mérkőzése, de most eszembe jutottatok még egy dolgot. Ezeket az úri embereket azért nagyon tanulmányozzák, és az East-West University from Bombay egy Messi SWOT elemzést is csinált, még a 2014-es Copa America előtt. Tehát ha valaki beüti a nagy keresőbe, akkor meg fogja találni, hogy Messinek mik a gyengeségei és erősségei. És eszembe jutott az, ahogy így most kérdeztél, hogy abban benne van abban, hogy ő egy nagyon jó játékos, a két lába között van is egy különbség, az egyik gyengeség, de hogy például a leadership akkor abban az elemzésben benne van, ezt meg lehet nézni, aki megszerzi ezt az elemzést, hogy az neki alacsonyabb volt. Tehát, hogy ő akkor 2013-ban még nem volt olyan szinten, mint most. És valószínű, hogy hát most, hogy ez az igazi arca, azért szerintem egy introvertált, tehát hogyha megnézed a két, összehasonlítod Ronaldóval, aki mindig is kereste a Rivalda fényt, a Messi ugyanannyit rúgták, mint a Ronaldót, sokkal kevesebbet reklamált, ha belegondoltok. Tehát, hogy mennyi ütést kap. Ők évente... De ez jó vagy rossz? Hát, hogy kevesebbet vették fel azt, ahogy ő. De ez nem személyiség kérdés? De azt mondtam, introvertált, extrovertált? Igen, tehát, hogy ez nem jó vagy rossz, hanem, hogy ilyen a játékos, abszolút, vagy olyan abszolút, a játékos? Abszolút. Na milyen a játékos? Játékos, játszunk. Én azt mondom, jó? És légy szíves, akkor Lillaként regisztrálja. Nem, de akkor most játék. Hát, hogyha segítetek. És itt van velünk Kati ismét, köszöntelek, szia. Mondjuk el még egyszer, hogy hogyan lehet csatlakozni a játékhoz. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban, meg a nézőket a képernyők előtt. Végtelenül egyszerű lesz a feladat. Vagy a képernyőn látható QR kódot kell beolvasni egy okostelefonnal, vagy a képernyőn látható URL-t kell megnyitni egy böngésző ablakban, ez lehet telefonon, lehet asztaligében, ez a go.duelbox.com, ezt követően már csak a kódot kell majd beütni, ezt az SHMJ1L-t, aztán pedig egy felhasználó nevet és egy e-mail címet várunk a játékosoktól, hogy ki tudjuk őket értesíteni. Szerintem a QR kódos beolvasás egyszerűbb, de hogyha valaki két ablakban akar játszani, akkor megteheti ezt a böngészős megoldást is. Én még elmondom gyorsan a nyereményeket, hiszen KFC utalványokat lehet nyerni. Az első 5 helyezettet fogjuk majd díjazni. Az 5. és a 4. 5000 forintos vouchert fog kapni, a 3. 8000 forintosat, igen, jól mondom, a 2. 10000 forintos vouchert, és aki megnyeri a mai játékot, 15000 forintért fogyaszthat majd a KFC-ben. Még kérlek, Kaci, mondjuk el azt, hogy milyen típusú kérdésekkel készültél. Két kategóriánk lesz alapvetően, az első 4 kérdés az a hagyományos, feleletválasztós kvíz lesz, ahol ABCD opciókat adunk majd a játékosoknak, és azokból választhatnak maguknak. A második kategóriában pedig tippelni kell majd, egy konkrét számra
kell majd rábökni, és, vagy egy konkrét számot kell majd megtippelni, és minél közelebb járnak a helyes számhoz, annál több pontot fognak kapni a játékosok. Egyébként is számítani fog az idő, minden kérdésre 22 másodpercet fogunk adni, de minél gyorsabban válaszolnak, annál több pontot fognak kapni. 22 másodperc, mert a 22. VB és 2022 van. Tadám, ugye? 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 Bizony. Szóljál, hogyha kezdhetjük a játékot. Ugye? Mi is mondhatjuk, hogy... Úgy gondolom, hogy még egy 10 másodpercet adjunk a játékosoknak, hogy legyen lehetőség. Jó, akkor közben elmondom a stúdió vendégeinknek is, ugye Leila játszani fog majd, úgyhogy ha, nem tudom, hogy most éppen segítő kedvedbe van, vagy hogy szeretnél segítséget kérni a srácoktól, vagy hagyjanak békén, mert mikor milyen állapotban vagy. Nem, ez nem az én állapotomtól függött. De tudom, a múltkor a fiúkkal itt teljesen az volt, hogy ők nagyon szerettek az első alkalommal, ők szívesen segítenek nekem. Majd utána Lehel a második alkalommal beregisztrált, és ott viszont már vérre ment a dolog, és hogy én nehogy ránézek. Na most hogy legyen, léces, ezt most hát ez egy közös koprodukció. No, akkor, hát itt akkor finoman, ti közösen játszatok, léces, de úgy finoman, srácok, figyelem, mert ti még nem játszottatok, hogy a suttogásotok is be fog hallatszódni, úgyhogy amíg nem jár le az idő, addig nem tudom okosba mutassatok neki, vagy nem tudom, hát, hogyha éppen nagyon beszéltek, vagy mindenkinek segítetek, ugye? Értem. No, Kaci, kezdhetjük el a játékot. Mehetünk, mutatom az első kérdést. Na, srácok, indulunk. A. BB. Ne segíts. A spanyolokon kívül melyik az egyetlen nemzet, aki egy világbajnoki büntető párbajban mindent kihagyott? Soha nem volt még ilyen. Németország, Svájc vagy Dánia? Micsoda zenét kapunk alá. Igen. Még 6 másodperc van a válaszadásra. Ami most jár le. És lehet hangoskodni? Vagy most már lehet hangoskodni, igen. Botlábú dánok. A botlábú dánok? Nem, de szerettem őket is hallgatni az EB-n, amikor nyertek. A korábbi horvát kapus kivédett 3-at 2018-ban. Na, Kaci, kérjük az infókat. Igen. Svájc! A svájcok, hogy Svájc hagyta ki Dáni ellen. Nem baj. Fejfogás van itt, ott van is. Kaci, mondasz hozzá infót? Nem sok ember tippelt ezt meg tökéletesen helyesen. A 2006-os világversenyig kellett visszamenni, amikor Ukrajna ellen játszott Svájc, és az ukránok is kihagyták az elsőt egyébként, de a svájciak meg az összeset. És így nem jutottak tovább, és így úgy estek ki egyébként arról a VB-ről, hogy nem kaptak gólt. Szegények. Szép. Na, fussunk tovább. A kameruniak jelenlegi edzőjén kívül csak egyetlen játékos van a világbajnokságok történetében, aki 2 piros lapot is kapott. Milyen nemzetiségű? Ki volt a legrosszabb? Hát ki kap? 4. Na, melyiket? Tippelj, mindenképpen tippeljél. Na, srácok, ti mire tippeltetek? Hát, olasz legyen? Én olasz tippeltem. Talán a franciákat mondtuk volna, de... Én az első. Kaci. Olasz vagy francia? Francia, francia, tessék! Igazatok volt! Mondta. Igen. Nem? Azt mondtad? És ki volt ő? Zinedine Zidane-nak hívják ezt a drága ember. Mondta is. Igen. Kiállították 98-ban, és utána 2006-ban, amikor ugye ketté fejelte Materazzit. Szerintem az a képe mindenkinek megvan. Kettő van azóta belőle. Annak is, aki nem néz focit. No, fussunk tovább. Lehet, hogy nem nyerünk? Lehet. 1954-ben Ausztria 0-3-ról tudott fordítani Svájc ellen a világbajnokságon. Mennyi lett a meccs végeredménye? Zoli? 54-ben. Nem, hát azt nem láttam. Nem tudod. Nem. Hogy nem tudod? Nem tudod? Akkor tippeljetek. Nem értem. 0-3-ra hova fordítottak? 6-3? Rúgtak 6-ot? Ezt jó, hogy hangosan mindegy. Mondtad, reméljük mindenki a C-t tippelte ezek után. De már pont lejárt az idő. Kaci? 7-5. Azt a mindenit. Hogy 6-ot 7-et rúgtak, ez azóta is a legtöbb úros meccs világbajnokságon. Suttognom kellett. Az komoly. Ez igen. No, jöjjön az utolsó ebből a kategóriából. Jó válaszunk. Milyen nemzetiségű a jelenlegi rekorder, aki 9 alkalommal kapta meg a meccs legjobbjának járó díjat világbajnokságokon? Nem ezen az egyen, hanem így összességében több világbajnokság alatt. Még én is tippelnék egyet, nem. De... Tuti? Hát nem, ti. Nem, ti. De már mindegy. Na, mire tippeltetek? Argentin. Brazil. Argentin, Brazil. Hát igen, ez a kettő, ami szerintem
játszhat a többje. Argentin. Épp most beszéltünk erről a drága jó emberről, Messinek hívják. Igen, mert ő 4 VB-n volt most. Igen, csak lejárt már az idő, amikor mondtad, sajnos. Hát, elég gyorsan. Egy együttműködés kell erősítsük. Igen. És az érfődolás, hogy milyen típusú kérdés. Az már a tippelős kérdés, igen. És megint tegyük helyre, kérlek, Kaci, hogy milyen számokat fogunk látni, mert ez itt mindig fura. Igen, igen. Szóval be kell majd pötyögni a játékosoknak, lesz egy numerikus felület a saját interfészükön, és rá kell nyomni a beküldés gombra, ez fontos, hogy amíg ketyeg az óra, rá kell nyomni a beküldés gombra, és aztán amikor mi megmutatjuk a válaszokat, akkor 3 dolgot fogunk látni, a gól sorban a helyes válasz fog megjelenni. Tehát, hogy ami tehát ahhoz kell a legközelebb lennetek, igen. Jó? A felső min sorban a legkisebb tipp, ami beérkezett a nézőktől, az alsó max sorban pedig a legnagyobb tipp, ami beérkezett a nézőktől. Oké, rendben. Mehetünk? Részemről igen. Akkor? Hány kilométert tett meg egy torna alatt összesen a világbajnokságok rekordere? Azt a mindenit! Ugye gyors fejszámolás, hogy hány méteres a pálya, meg hogy, meg mint, és akkor merre, jobbról balra, vagy balról jobbra ment. 85. Hány kilométer? Akkor legyen több rekorder, nem? Na, gyorsan még, gyorsan, és el kell küldened, azt hiszem, az is fontos. Ugye, Kaci? Igen, igen, rá kell nem elég beírni, hanem be igen, kell küldeni. Igen, rá beküldés gombra alul. Természetesen a győztes csapat tagja volt ez az ember. 2014-ben Thomas Müllernek hívták. És mennyit ment? Összesen biztos volt ilyen kis órája, nem? És akkor egy hoppá, azt a mindenit! Én azt hittem, hogy többet, sokkal. Hogy igen, hogy azt a rekorder, akkor azt tudni, hogy akkor őt... Ügyes volt. Zoli 85-öt mondott. Igen. Úgyhogy, hát ugye ehhez az is kell, hogy gyakorlatilag végigjátszon valaki minden meccset szinte, és minden meccsen 10 plusz kilométert tegyen. Ez nyilván nem mindent futva de mondom, ezt tudod, hogy te lépésszámláló és sokat csak szól, nem? Hogy teljesítetted az aznapit. Lehet, hogy a szünetbe elment valahova. Szünetbe elment valahova, tényleg. Elsétált. Na, mehetünk tovább. Mennyi az egy világbajnoki meccsen kiosztott legtöbb sárga lap száma? Ezt már tudjuk. Hát igen, mert hogy ez ugye mostani rekord, de még ne lőd le hangosan, hogy mennyi az annyi. Na vajon, beszélgettünk ma már erről. Nem tudom, hogy a szám elhangzott-e az adásban. Nem, az a szám az nem. Nem. Most láttam meg az órát. Na mennyi? Mennyi az annyi? 15 bizony. 13, nem? 15. 15 sárga lapot. 15 sárga lapot osztottak most. Mert az izé is kapott az edző. Mert, okay. Ki nem kapott, igen, év szerint. A játékos kapott 13. Én csak játékost néztem, igen. Mondjad az infót nyugodtan, Kaci, hagyunk szóhoz jutni. Abszolút, igen, ezt akartam mondani, hogy az edzők is kaptak. Ez egyébként így a világbajnokságok történetében nyilván a legdurvább meccs, de ha csak így a profi focit nézzük, akkor az ilyen dél-amerikai sokodosztályú ligákban, azt hiszem pont egy argentin meccsen volt olyan, hogy azt hiszem, hogy 36 piros lapot osztottak ki, mert hogy ott a kispadnak, meg az edzőnek, meg mindenkinek is mindenki a tömegverekedés tört ki. Van egy ilyen maximum, nem? Na, hol tartunk? 220 felett átérték el. Kettő kérdés van még hátra. Gyorsan akkor menjünk. Na. Hány éves a kapitány? Az idei világbajnokság legidősebb vezetőedzője. Meg a kapitány. Behaladszik? A fennhál az 73. A fennhál. Na. 73, de nem tudom, beszélek hangosan, és akkor ti tudtok egymásnak segíteni. Azt nézem, hogy a... Hogy van az idős? Idős. 73. Jaj, rányomtál? Megvan? Jó. Jó, csak kérdezem. Hallottam ott a pusmogásból a fennhált, az jó irány volt, na. Ő a rekorder. Na, és mit írtatok, hány éves? 73. 71 éves. Úgyhogy ő ezen a világbajnokságon ő, és azt hiszem, hogy egy olyan edző van, aki nála idősebb volt, de csak pár nappal, tehát ilyen 1-2 hónappal. Na, lássuk az utolsó kérdést. Ez jól sikerült amúgy. Mennyi az egy világbajnokságon egy nemzet által rúgott gólok rekordja? Hol van a zenénk, Kaci? No, 10 másodperc. Zoli. 6. Mondjuk 18.
tehát tere-tere-re-re-re-re-re. 8-7, és akkor az az 2,5-es gól átlagot mondasz? Na, mire jutott a stúdió? 2,5-es gól átlaggal számolva 18. Egy kicsit alálőttetek. Visszatérünk az 54-es VB-hez, ahol ott ugye az osztrákok is sokat rúgtak, de nem ők rúgták egyébként a legtöbbet, hanem hát Magyarországnak akkor volt egy elég jó VB-je, amikor El Salvadort azt hiszem 10-1-re vertük, és azon a VB-n Magyarország 27 gólt rúgott. Mi vagyunk a rekorderek? Úgyhogy Magyarország tartja ezt a 231 is egy elég erős tipp. A 231 az a nem egy világbajnokságon, azt szerintem a braziloknak összesen volt 30 számára. Óta annyi gólja van. Wow! És ezt valaki tudta? És tudta, egy olyan számot tudott fejből, ami brutál, de félreértette a kérdést. Hát így nem biztos, hogy kap KFC utalványt. Viszont nézzük akkor, hogyha megvan az eredmény. Ez volt az utolsó, ugye, Kaci? Igen, igen, ez volt az utolsó kérdés, úgyhogy mutatom nektek a top 5-öt. Na, lássuk a top 5-öt. Nem fogunk beférni így. Ki lesz az, aki 5000 forintos utalványt? Mindenki látja már a sajátodon, hogy hány pontod van? Látom, igen, igen, úgyhogy tudni fogom, hogy... Jó, rendben. No, lássuk. Hajdú Bálint, 1911 pont. Lecsúsztál. Tőlünk már nem kell félni tartani. Na, Leila nem fogja átadni az utalványát. Joki, akit a múltkor azt hiszem jókiztam szegényt, 2081 pont. De tudod, hogy ő Joki vagy? Nem, lehetne Joki is. Micsoda névvel, KFC Peti megérte ezt a nevet választani, hiszen 8000 forintért tud majd a KFC-ben fogyasztani. Lássuk, ki kap 10000 forintot. Na, ez pont ki. 2170 ponttal. Merciless G. Merciless G. Ez lehet a zenekarnév is. És a győztes Winkli 2188 ponttal. Kaci, azért mondjuk el, hogy ez milyen eredménynek számít, amiket látunk, mennyit lehetett nyerni? Összesen 4000 pontot lehetett gyűjteni, hogyha mindenki mindent tudott. De nehezek voltak a mai kérdéseid? Az elején nehezek voltak. Az első, amikor ilyen futball történelembe kérdeztünk bele, ott láttam, hogy nem sok olyan válasz érkezett, ami helyes volt, úgyhogy az kicsit trükkös volt, meg itt a végén is ilyen próbáltam azért megcsavarni kicsit a számos kérdéseket is, itt látszott is, hogy volt, aki az utolsó egy VB-set is kicsit félreértelmezte, úgyhogy kell azért dolgozni, de úgy gondolom, hogy nagyon sok vouchert osztunk. Jó, akkor én kérlek arra, hogy az utolsó adásunkra létszés jövő héten olyan kérdéseket rakjál össze, amik nem túl könnyűek, de mondjuk, hogy valaki egy ilyen 4000 közelit hagy érjen el, hogyha valaki kérdel van, jó? Nagyon egyekezik. Léci. És legyen itt a Leila, jó, hogyha lehet. Nem rajtad múlik. No, nagyon gratulálunk a győzteseknek. És a további részben futottak még. A VB legfontosabb híreit a Kia szállítja. Egy hirtelen vendégcserénk egy rövid időre, mert hogy Zoli kiment a stúdióból, és érkezett egy új vendégünk, akik már ismerhetnek azok, akik követik a kockafocit. Mencsik Balázs érkezett hozzánk, köszöntünk téged. Sziasztok. Aki a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, olyan szigorúan hangzik, ezt megint el kell mondanom. De egyre jobban megy. Nagyon jól megy, nem? Igazgatója, és a múltkor már beszélgettünk arról, hogy mire kell figyelni, mondjuk, hogyha fogadásokra adja valaki a fejét, hogy milyen átverések vannak, és itt a háttérben egyébként közben ugye elindult a FIFA játék, ami szimulálja majd a keddi meccset, ugye az argentin-horvát meccset, majd kíváncsi leszek, hogy ők mire jutnak, de kifejezetten egyébként most erre készültél, hogy bizony a FIFA játékok kapcsán is vannak komoly átverések, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Felkaptad a fejed, játszol ilyen FIFA játékot? Igen, de én ilyen vihar előtti, ott még ilyen Ibrahimovic-sal lehet nyomulni. Vihar előtti. No, szóval nem vagyok up to date ebben. Milyen típusú átverések vannak? Ugye itt ezeknél a játékoknál az a fő lényeg mostanában, hogy minél jobb játékost szerez meg magadnak, illetve hogy feltuningold a csapatodat. És ehhez vannak úgynevezett ilyen foci kártyák, vagy ilyen tokenek, coinok, attól függ persze, hogy most melyik játékról beszélünk. Mit hogy hívunk, igen? Igen, igen. És ezeknek a játékos kártyáknak az van értéke, hiszen ezért pénzt adunk.
Na most, amiért pénzt adunk, az ugye vissza is lehet élni, és most tipikusan látjuk azt, hogy megy a foci VB, ugye egyre többen játszanak nyilván ezekkel a videójátékokkal is, és a kiberbűnözők rárepültek erre a sztorira is, tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a focikártyákat is hamisítják, és ezeket lehet most már gyakorlatilag tetten érni, hogy ezek a, egyrészt mennek ilyen nyereményjátékban, fölhívják a közösségi médián a játékosok figyelmét, hogy vásárolj tőlünk ilyen focikártyát, de aztán ez olcsóbb, azért vonzó, vagy csak nehéz hozzájutni. Ugye, hogyha belépünk a játékba, és a játékban van accountunk, és ott akarunk a shopban vásárolni, igen? Ugye ott van egy meghatározott értéke ennek. Igen, na most ugye ezt úgy használják ki a bűnözők, hogy ugye ennek a például a töredékért, tehát ilyen 10-20%-áért árusítják mondjuk a közösségi média felületen. Hát persze, hogy mindenki rárepül, hát ki akarja kifizetni érte a 100%-ot, mikor meg lehet kapni 20%-ért. Kifizetjük, és közben kiderül, hogy ez egy hamisítvány, ezzel nem lehet játszani. Ez az egyik, ami mostanában nagyon megy. A másik meg ez a tipikus e-mailes, tehát amikor van például mondjuk a FIFA játék, és akkor a fejlesztő nevében, vagy a cég nevében megkeresnek e-mailben. Ugye ez már alapvetően gyanús, tehát ez... Hát nem, hát olyan jól játszom, hogy ismerne. Hát írt nekem a FIFA-nak a főnöke. Igen. Persze. És akkor mit szeretne, ugye megint ez a tipikus csalás, tehát hogy küld egy üzenetet, küld egy e-mailt, van benne egy link, hogyha ide kattintasz, és megadod az adataidat, adott is a pénzügyi adataidat, akkor küldenek neked bónuszban egy ilyen kártyát. Na most ez nem fog megtörténni értelemszerűen. Tehát ez megint egy ilyen visszaélés. Abszolút, tehát hamisítják. Egyébként, ha valamennyibe kerül hivatalosan ez a kártya, token, akármicsoda, akkor nincs olyan, hogy akció, és... Hát, hogy lehet, hogy van, de csak a hivatalos oldalon belül, senki ne dőljön be annak, hogyha valami 10 egységbe kerül, akkor ezt nem lehet beszerezni kettőért. Ezt tudjátok, miért furcsa számomra, mert itt egyébként az átverések kapcsán igazából most egy másik korosztályról beszélünk, mert amikor ilyen internetes átverésekről van szó, akkor általában az idősek azok, akiket mindig emlegetni szoktunk, hogy ők még nem rutinosak ebben a világban, könnyen megadják az adatukat, hogyha kapnak egy e-mailt, de mondjuk egy FIFA játéknál szerintem azt tippelem, hogy nem a nyugdíjasok játsszák leginkább. Nem, de itt a gyerekek is, tehát hogy azért hát ez pont az, hogy itt ez a még nem elég felkészült, aha, ahhoz, hogy ugye nem a már, hanem a... Igen, és hát most az én gyerekem is állandóan engem ostromol azzal, hogy akkor vegyem meg neki ezt, vegyem meg neki azt, ugye a játékon belül, de hát ennek soha nincsen vége, tudjátok, és akkor kialakul a gyerekben is egy olyan vágyakozás, hogy de jó lenne nekem is egy olyan, mint ami a szomszéd gyereknek van, és akkor nekem is lenne egy ilyen topmaster kategóriájú játékosom, és akkor ugye mi van, tehát itt a gyerekek is azért bedőlnek ezeknek a csalásoknak de simán. De inkább itt a szülő a veszélyeztetett, nem, mert nyilván aki nem annyira érti, ő csak azt látja, hogy ő csak a bankkártyát adja, és viszont nem figyeli, akkor simán lehúzza, és akkor bukom, mert lehet, hogy... Hát, utol lehet őket érni? Nem. Nem, és ugye itt mi azt szoktuk javasolni, például szülőként, hogy ne mentsd be a telefonodba, vagy hát igazából az alkalmazáson belülre a bankkártya adataidat, mert ugye egyrészt a gyerek is tud vele vásárolni, ami nem túl szerencsés, másrészt meg ugye ezzel visszaélhetnek. Hát ez a megtörtént eset, tudod, ez egy haver mesélte, hogy ott maradt az asztalon a telefon, majd két hét múlva megjött a mit tudom én, milyen valami, nem tudom, milyen zenehallgató készülék, mert hát ott maradt a dolog, és egy gyerek rányomott, és azonnal megrendelt valamit, nem direkt, hanem csak így nyomkodtatod, és akkor két hét múlva csönget a postás, és megjön a... Feltétlenül, hanem csak úgy rányom, hogy hát igen, akkor benne vannak a kártyaadatok. No igen, akkor még nagyon röviden beszélünk arról, hogy milyen kivédési módok vannak. Egy tippet már adtál, hogy ne legyen elmentve az összes adatunk benne a másik, hogyha vásárolni akarunk, akkor mindenféleképpen magából a shopból, tehát annak az adott játéknak a hivatalos shopjából vásároljunk, mert azért azt nehéz hamisítani. Volt már erre is példa, de azért azt nehéz hamisítani. De a legfontosabb az, hogy ne dőljünk be. Tehát, hogy azért 10%-en nem fogunk kapni olyan terméket, amit egyébként a hivatalos oldalon pedig 100%-en lehet megvásárolni. Sok ilyen típusú bejelentés érkezik hozzátok, vagy panasz egyáltalán? Hozzátok érkeznek az ilyen típusú panaszok, vagy csak a látókörötökbe kerülnek ezek? Mi ugye azért foglalkozunk ezzel, mert hogy a kiberbiztonságnak az emberi oldala, azt megpróbáljuk ezt az edukációt folytatni, és ugye minden egyes lehetőséget megragadunk arra, hogy ezeket elmondjuk, de alapvetően ugye, amikor ilyen bűncselekmény történik, hát értem szerint a rendőrség az, aki eljár, tehát oda érdemes ezeket bejelenteni. Igen. Tehát oda jelentik be.
Azt tudjuk, hogy egyébként milyen értékűek ezek az átverések? Itt általában pici összegekről van szó, és egy valahova landol, nyilvánvalóan ilyenkor még akár külföldre is szokott, tehát nem gondolom, hogy ezek magyar csalók, nem. De lehet, hogy ezt is tudod cáfolni. Szóval, hogy milyen összegek azok, amiket lenyúlnak tőlünk? Ugye alapvetően ezek kisértékű, attól függ, kinek mekkora ugye az érték, de ezek kisértékű, de viszont, hogyha ezt nagy tételben megcsinálják, ugye akkor az egy hihetetlen nagy összeget ad ki. Tehát ilyen szempontból ez egy óriási, tehát ilyen milliárdos piacról beszélünk, és nem forintban, hanem dollárban, tehát ez egy milliárdos piac, és ugye az elkövetők azok pedig azért nem követhetők vissza, mert annyi anonim felületet használnak, ahol gyakorlatilag egy szervezett bűnbandával vagyunk gyakorlatilag szemben, tehát ott nagyon nehéz őket megfogni. Figyeljünk, erre hívtuk fel a figyelmet. Bencsik Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és készítettünk még egy rövid filmet is ezzel kapcsolatban. A videójátékokkal kapcsolatos egyik leggyakoribb csalás, amikor a kiberbűnözők hamis oldalakon a labdarúgókártyák és érmék megvásárlására ösztönzik a felhasználókat, akik egy része nagyon sok mindent megtenne, hogy övé legyen a legerősebb és a legjobb csapat vagy játékos. Ajánlott, hogy a játékosok kizárólag a fejlesztő ellenőrzött oldalain végezzék ezeket a tranzakciókat. Emellett érdemes figyelmen kívül hagyni a nagyon alacsony áru érmékre vonatkozó ajánlatokat, különösen ha azok közösségi hálózatokon vagy harmadik féltől származó előrefizetést igénylő oldalakon keresztül érkeznek. Egy másik bevett módszer, amikor a kiberbűnözők a játék fejlesztőinek, adminjainak adják ki magukat és e-mailben lépnek kapcsolatba a felhasználóval. Ilyen helyzet során is labdarúgókártyás hivatkozással keresik meg a leendő áldozataikat, mely során promóciókat kínálnak és arra próbálják rávenni az érintetteket, hogy kattintsanak egy általuk megküldött csaló linkre. Fontos, hogy az egyes játékok fejlesztői sohasem kérnek e-mailben bejelentkezési adatokat és nem kínálnak promóciókat, de a játékokhoz kapcsolódó érméket sem. Kerüljük a harmadik, ismeretlen féltől származó szoftverek, applikációk, játékok letöltését, és ugyanezt a szabályt alkalmazzuk a különféle játékos kártyák érmék vásárlásánál is. Már beszélgettünk arról itt a stúdióban a vendégekkel, hogy kinek mi volt a meglepetés, vagy mondjuk a legmeghatározóbb meccs vagy pillanat. Egy biztos, hogy szerintem a brazilok kiesése nagyon sokaknak fájt, és sokak számára ez is egy komoly meglepetés volt. Mit gondoltok erről? Hát meglepetés az, hogy egy világsztárokból álló csapat elesik a VB-n egy ilyen körben, és ez egy hosszas elemzést fog még igényelni részükről is. Kíváncsi vagyok, hogy ők hogy fogják ezt egyszerűen prezentálni, mert az, hogy ők nem adtak bele mindent, azért azt talán elmondható. Tehát többször a Hajdubét is hallgatva, hogy mintha már szeretett volna valamit, hogy vegyék elő a híres tudást. Tehát, hogy későn kapta kézbe, nekem ez volt az egyik érzésem. Ez nem lehet, hogy így kifújtak? Tehát, hogy az előző meccsen annyira jól játszottak, meg annyira magabiztossá váltak, hogy legalábbis így a képernyőn keresztül ez jött le. Egy foci VB-n van az, hogy kifújtam. Nem is tudom, de hogy... Annyira virágot, hogy elfáradtam a következőre. Nem úgy gondoltam, igen, hanem hogy... Nem voltak annyira élesek erre a horvát, mert se azt hitték, hogy ez meg lesz könnyebben, és amikor szerintem nem tudják ezt áttörni, akkor jön az egyre nagyobb feszültség, viszont már hozzáállást nem tudnak változtatni, hanem akkor jön egy ilyen kicsit, egy ilyen görcsös állapot. De miért nem tudunk hozzáállást változtatni a meccs közben, hogyha fel vagyunk készülve? Közben szerintem nehezebb, mert akkor jön a stresszfaktor az, hogy ez egy egymeccses, ki fog esni az, aki itt kikap. Hány szó fordítottam meg vívást? Hát én egy tussra mentem, úgy. Az egyik, a másik, hogy pont itt jön a felkészülés, megint a felkészülés versus tehetség. Tehát én nekem az az én meggyőződésem, hogy ők a tehetségükre alapozzák a jelenlegi dolgaikat, és ha én náluk dolgoztam volna, akkor tudtam volna, hogy Európa egyik legharcosabb csapatával megyek szembe a horvátok. Ezek ellen semmilyen fajta lazaság nem fér be, mert a horvátok... Miért gondolták, hogy mégis belefér? Hát, na most itt, hogyha megnézitek... A stábhiba ez ilyenkor? Nem, ez egyszerűen azon gondolom, hogy... Így mentálisan. A mi modellünkben én azt használom, hogy önértékelést ne kavarjuk össze az önbizalommal. Amit nagyon gyakran láttok, hogy valakinek az önértékelése az hirtelen az egekbe tör, vagy akár a mélybe zuhan,
attól függően, hogy milyen eredményt ér el. Holott ez legtöbbször véleményfüggő. Tehát az önértékelésben ugye benne van az, hogy mások is mit gondolnak rólam, plusz én hogyan értékelem a teljesítményem, de ebbe kevés a tény. Az igazi magabiztosság, szerint az iskola szerint, ami szerint én dolgozok, az erőfeszítésekre alapozik, alapul az eredményekre, és az erőfeszítési hajlandóságra. Tehát itt nekem nagyon hiányzott az erőfeszítési hajlandóság, amikor a Hajdú B. számon kérte, hogy miért nem mennek, és miért hagyják ezt a meccset így elúszni, akkor nekem ez volt, hogy nem volt erre egy olyan fókusz. Azelőtt egy fiesztába gáláztak, talán sokakat zavart az is, hogy azért tényleg az minden gól után az ünneplés megérti az ember, de azért a másokra is tekintettek ellenünk. Most gondolj, hogy érezte magát az a másik csapat, amikor mellette te örömtáncot lejtesz. Közben az egyik legmeghatóbb pillanat is egyébként, vagy hát sokak szerint az egyik legmeghatóbb pillanat is ezen a meccsen volt. Ezt meg is tudjuk mutatni, és akkor közben tudunk. Ja, Perisic. Így van, amikor. Gyereke. Hát ezek nagy dolgok, ez megint csak a futball. Tehát, hogy ez csak focipályán történt. Mikor leállítaná őt a biztonsági őr. Nem mehet oda. Ugye a horvát sztárnak, a Perisicnek a gyermeke az, aki oda ment volna az ő egyébként rajongott Neymarához. És akkor a Neymar mondta, hogy hagyj jöjjön ide, engedjétek ide, és akkor itt volt egy ölelés. Volt egy ölelés. Ami ebben a pillanatban egy nagyon, nagyon szép kép. De ő nem a saját fájdalmával volt abban a pillanatban elfoglalva. Hát azóta is szegény azzal van elfoglalva. Igen, de abban a pillanatban maradok, tudott adni. Nem maradok, mi lesz velem. Tudott adni a gyermeknek egy ölelést, és egy puszit, vagy, tehát hogy megvolt ez az emberi gesztus. Az, hogy ő marad a válogatottban, vagy nem, ez egy szakmai kérdés, ez nyilván át fogja gondolni. De abban a pillanatban ő nem indulatosan reagált, hanem nagyon kedvesen. Gyönyörű reakció volt szerintem. Igen. Igen, meg az, hogy fejben el tudják engedni, tehát addig van, ameddig a lefújás van, és utána csomószó van, hogy így megölelik egymást. Igen, a ez pont az ellenpontja annak, amiről a mai adásban már beszéltünk, hogy van, hogy a tühöd, amit nem tudsz korlátozni, de ugyanakkor meg ugyanaz az érzelem, nem? Ez meg a szeretet, ami hogy a Messi benne maradt, az lehet, hogy az mert jobban akart győzni. És hogy még akkor is benne volt. És lehet, hogy Neymar már elengedte. Ölelés kellett volna, szegény. Már a rúgás előtt elengedte a Neymar. Hát, hogy Ha egy játékosnak a kisfia ment volna oda a Messihez, akkor vajon hogy reagált volna? Na ez egy komoly kérdés. Hogy őt megölelte volna egy gyereket? Nem tudom, egy gyereket szerintem. A Messi biztos, hogy jól reagált volna, mert ő ennél intelligensebb. Tehát, hogy ott biztos, hogy ott... Lehet, hogy az edzőt meg a játékost elküldte melegebb. Ki van húzva a méregfoga egyébként, véletlenül egy ilyen történetnek, nem? Ölelés, gyerek és humor, és nem kell semmilyen mentális felkészítés. Jó, mondjuk ez a kottája ugye minden sikeres reklámnak is. No, nagyon szalad az időnk, de mindenképp szeretném, hogyha még Ronaldóról azért beszélgetnénk egy kicsit. Úgy tűnik, hogy vele egyébként sokkal elnézőbb a sajtó, mint bárki mással. Nem annyira gyepálják őt. Ó, azért kap ő rendesen. Kap? Igen, meg ugye az egész család, de nyilván itt vele... Már a feleség is megszólal. A feleség is, a testvér is, tehát ők így érzik magukban azt a fajta dinamikát, hogy ők véleményt formáljanak arról, hogy szakmailag jó döntés, nem jó döntés, mi történik, de szerintem azért ő kap, meg ő mindig is kapott. De miért kapta, ha nem is játszott? Hát vagy keveset, tehát ha most innen nézted, akkor nem tudják színni, ha csak keveset, de nem ő tehet róla, ha nem játszik, ha nem kapja meg a játék lehetőséget. Hát nehéz dolog. Én nagy United drukker vagyok, és én emiatt nagyon sajnálom, hogy a karrierje így ér véget. Talán nem volt elég méltó, vagy hogy minden adtam volna neki talán egy lehetőséget, hát nem én vagyok a portugál. Minden sportoló arról álmodik, hogy a búcsúja az valami magasztos. Ez egy ilyen romantikus tündérmesébe illő, de az élsport az nem erről szól. Tehát van, akinek sikerül szépen búcsúznia, úgy, mint 1996-ban Egerszegi Krisztinának a 400 vegyes, vagy nem is, az 207 volt, amit megnyert akkor. Tehát lehet így is búcsúzni, hogy sikerül, és van az, amikor meg nem sikerül. És én azokat a könnyeket én inkább annak láttam, hogy ő saját magát, hát, hogy vége van, a igen, saját karrierjét elmúlt. Síratta ott. Hát furi, nem annak a meccsnek, mégis csak a Cristiano Ronaldo. Hogyha most a fociról beszélünk, akkor tényleg két név van, és ő egy olyan ikonikus, nem lehet megkerülni, most lehet nem szeretni, de... De mindenki ismeri. Igen, és talán az ő kiszállásával azt gondolom, hogy talán valami el is megy a futball világából örökre.
Zoli? Nekem nagyon tetszett az ő edzés munkája, karaktere annyira nem tetszett, hanem inkább a Messi karaktere tetszett, az alázatosabb karakter, viszont elég sokszor, hogy mondjam, én együtt éreztem vele, mert ő azért átment a legnagyobb tragédián, amit egy ember kaphat. Hát ne feledjük el, júliusban elvesztette a gyerekét. És én így külsőre nem vagyok benne meggyőződve, hogy vele most valaki dolgozik. Ő korábban a Manchester Unitednél tudom, hogy dolgozott mentál coachal, a Fergusonnal az előírás volt. De bocsáss most... meg, az előfordulhat, hogy én nem dolgozik vele valaki? Ez nem kvázi kötelező már egy ilyen kategóriában? Nem, mert ez mindig egy opcionális dolog, és az a nehéz ebben, mint ahogy a fizikai kondicionálásban is, hogy ne edzél 2-3 hetet és meglátod. Ez ma a... még opcionális dolog? Nem tudod ezt senkire ráerőltetni. Ez te is, ha elmész egy pszichológushoz, biztos, hogy a saját döntésed alapján mész el, nem azért, mert a főnököd azt mondja, hogy jó lenne, hogyha pszichológushoz menné, vagy a férjed. Nem, csak azt gondolnám, hogy egy ilyen szinten, ennyire profi sportolóknál így kvázi a kötelező csomag ajánlott, része, ajánlott, hogy ajánlott. Foglalkozzál nem magaddal úgy is. Tenni. Ez annyira szenzitív ügy, az ember szoftverébe beengedni valakit, szóval az, én totál megértem, hogyha ő nem használ azt is, mert ő nagyon sokat dolgozott, és olyan látszik, hogy milyen fegyelmezett edzés munkája van, meg 8% vagy 9% a zsírszázaléka 36 évesen, tehát azért az nem véletlen, de nem vagyok benne meggyőződve, tehát ez volt, amikor beszélgettem így a haverokkal, hogy vele most nem biztos, hogy dolgozik valaki, mert ha dolgozott volna, akkor például felkészítették volna arra az evidens dologra, hogy hogyan lehetne ő mondjuk a világ legjobb cserejátékosa. Ott van a Solskjaer, biztos emlékszem még a Babyface Killer, aki bejött 2 percek alatt, 3 percek alatt, 15 perc alatt döntötte meccseket. A Manchester Unitednak a korábbi edzője. Most a Ronaldo egy olyan ember lehetne, hogyha, és ezért gondolom, hogy most nem dolgozik vele senki, hogyha ezt ő megemészteni, hogy eddig voltam a világ legjobb játékosa, mostantól leszek a világ legjobb. Ezt tehát meg tudná ezt a gól számít a fociban. Ezt hát ha bejössz és lősz 2 gólt, akkor és 20 perc alatt lövöd azt a 2 gólt. No, hát ez nem is izgalmas kérdés. Emberek. De órákig tudnám hallgatni, a műsorunknak vége, viszont még nagyon fontos, hogy kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a fiúk mondják meg, hogy mi lett a FIFA játéknak az eredménye, 1-0 Argentinának, amit itt a FIFA szimuláció lejátszott, és ti egyébként mit vártok ettől a meccstől kettem? Gyorsan. Nem kell a hány gólra, mondjuk legalább, hogy ki, tudom, horvátoknak szurkolunk. Argentinokat is szeretem, horvátokat is, de horvátok. Én is a horvátok. Hiába öltöztem Argentinának, horvátok. No, hát akkor nem tudom, éri kívánni, hogy legyen így, vagy legyen izgalmas meccs. Legyen jó meccs. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a kérdéseket. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk, jövő hétvégén. Hogy teljes legyen a kép, a Hisense televízióit használtuk. A pályán kívüli férfi stílus támogatója, a Bono.